Sziasztok, egyások! Hajajaj, most jön a rettentő bonyodalom, amikor Ármány furfangval kiszabadítja a veszedelmes sárkányt, rettentő mennydörgést. Ez is a mesének a címe. Rettentő mennydörgés kiszabadítása. Ármány magába roskadva ült a mohos sziklán. Sóvárogva nézte a dombtetőn csillogó várost, amit első lépésként akart meghódítani. Be kellett látnia, hogy nagy terve a királyságról egyelőre kudarcot vallott. Azt remélte, hogy könnyen talál embereket a csapatába, azokkal aztán lerohanja először a várost, aztán a vidéket, végül az egész országot. Már látta magát, ahogy diadalmenetben vonul végig a fő utcán, a házak fellobogózva, ellenségei fogolyként láncra fűzve. Ehhez képest mi történt? Kinevették, semmibe vették, elfordultak tőle. Néhányan követték ugyan, ettek ittak a pénzén, nagyokat fogadkoztak, aztán ahogy fogyott a pénze, úgy fogytak a követői is. Most mi legyen? A városba visszamenni világ csúfságára azt nem akarta. Hogy kinevessék, újjal mutogassanak rá, semmiképp. Csak egyetlen lehetőséget látott maga előtt, egy olyan hatalmas szövetségest megnyerni magának, akitől mindenki fél, rettek, de aki neki engedelmeskedne, de hol találna ilyet? Ahogy ott üldögélt a sziklán, hirtelen eszébe jutott az egyik első este, amikor az egyik kocsmai cimborája arról a rettenetes sárkányról mesélt, akit a kőóriások tartanak fogva. Annak állítólag még most sem lehet a közelébe menni. Itt van a kocsmázós cimbora, és ott van ugye Ármány is. Valami szikla barlangban őrzik, kőrácsokkal elzárva, de ott is csak dühöng, és aki a közelébe merészkedik, azt megégeti. Állítólag a kőtrollok látványosságot akartak volna belőle csinálni, belépőjegyet szedni és mutogatni, de olyan veszélyes a nagy sárkány, hogy senki sem mer a közelébe menni. Azt a sárkányt kell megnyernem magamnak, gondolta Ármány. Ha azt magam mellé állítom, ha azt kiszabadítom, és azzal jövök vissza. Felcsillant a szeme. Lerázta magáról a csüggedt hangulatot, felállt, felszívta a tüdejét levegővel, és úgy kiáltotta a város felé. Visszajövök, de sárkányosan. Fogtok ti még látni engem? Látni és rettegni. Azzal nagy, döngő léptekkel elindult megkeresni és kiszabadítani a sárkányt. Azt hamar megtudta, hogy a kőóriások a Sziklás hegység nagy nyúlványánál élnek. Oda jutni se volt nehéz, az ország kiépített útjai a hegylábáig vezettek, hanem ahogy közeledett, úgy óvták egyre inkább a látogatástól. Hiszen a kőtrollok a legnagyobb és legkeményebb óriások közül valók. Elérik a 4 métert is, olyan magasan van a fejük, hogy még szólni is nehéz hozzájuk. Meg aztán hallgatagok, nemigen válaszolnak, ha meg mégis, hát olyan mély a hangjuk, hogy beleremeg az ember gyomra. A sárkány, az meg a legrosszabb mind között. Azt rettentő mennydörgésnek hívják, és olyan rettenetes is, mint a neve. A fekete hegyen élt, mielőtt fogságba került, és aki arra járt, az mind tanúsíthatja, hogy még mindig letarolt pusztaság szinte az egész hegy. Mire elkapták, mindent eltört, kiégetett, szétmorzsolt, arra. Azért is hozták ide, mert csak a kőtrollok tudják fogságban tartani a kőbarlangban, kőrácsok között, amiket se széttörni, se szétégetni nem tud. Ármány hallgatta a sok óvó beszédet, de csak mind jobban megvidámodott tőle. Pont ez kell neki. Egy ilyen félelmetes sárkány segítségével uralma alá hajthatja az egész világot. Már látta is magát, ahogy sárkányháton belovagol a városba. Mindenki tátott szájjal bámulja a nagy királyt. Azon nem aggódott, mivel győzi meg rettentő mennydörgést, hogy társa legyen. Ha egy rabnak szabadulást ígérnek, elvállal az mindent, gondolta. Egyelőre azon se törte a fejét, hogyan szabadítsa ki. Majd, ha ott leszek, meglátom. Ármány a kőóriások területe előtti utolsó faluban megszállt néhány napra és kérdezősködött. Milyen az óriások hangulata, mit szeretnek enni, hányan vannak, mit lehet még tudni róluk. Úgy tűnik, a legjobbkor érkezett. Az óriások gombaszüretelő körútra mentek, és csak egyet hagytak itthon a sárkány őrzésére, a legszelidebbet és legbeszédesebbet, aki szót értett az emberekkel is.
Így a legjobb mellém szegődött a szerencse, újongott Ármány, de jól titkolta a falu lakói előtt, nehogy megsejtsenek valamit. Inkább gyorsan bevásárolt az óriás kedvenc eledeléből, egy jó hátizsáknyit, és elindult a hegyre. Délután lett, mire felért a kőóriásokig. Eltéveszteni se tudta volna a nagy barlangokat, s látta az egyikből kicsapó lángokat is. Ott lesz a mennydörgés, mondta magának, és arra vitte az irányt. A sárkány tömlőce előtt ott heverészett a kőóriás. Így néz ki, kőóriás. Ármány eliállt, és illendően köszöntötte. Jó napot, hatalmas óriás! Hogy szolgál a kedves egészsége? Szolgál, szolgál, mondta a bőbeszédi óriás, fél szemével az előtte álló emberparányra nézve. Aztán ennivaló van elég? Mert hát meg lehet éhezni itt a sárkány őrzésében, kemény munka az. Az bizony az, dörmögte az óriás, most már a másik szemét is kinyitva, hiszen komoly dolgokról van itt szó, ételről. Így hallottam én is, kiáltotta Ármány. Ezért aztán azt gondoltam, hogy az ilyen derék óriásoknak, akik a veszedelmes sárkányt őrzik, jár némi kis jutalom. Azzal kibontotta a hátizsákot, s hirtelen egy pokrósza kitálalta az óriások kedvenc ételeit. Egy kis lakoma szerénykedett, egy kis zuzmó, moha, egy kis kéreg, semmi méreg, kedélyeskedett. Na, erre már az óriás is felült. Derék ember vagy, mondta, s örömében úgy háton legyintette a férfit, hogy az 3 métert repült előre. Az óriás mit se törődött már ezzel, hatalmas markába húzta a pokrócot, majd kedélyesen csipegetni kezdte a rajta lévő finomságokat. De Ármán se törődött többé a falánk emberhegyjel, egyenesen a barlang felé vette az irányt, ahol rendtöntő mennydörgést tartották fogva. Nagy uram, kiáltott be a kőrácsok között, nagy uram! Aztán rögtön az egyik kőrács takarásába ugrott, és jól is tette, mert hatalmas lángnyelv csapott ki a résen. Nagy uram, hallgasson meg, kiáltott be újra, hiszen azért jöttem, hogy kiszabadítsam. Nem érkezett újabb lángnyelv, hanem zörrenés, csusszanás, morgás hallatszott, majd egy hatalmas sárkányfej jelent meg a rács mögött. Beszélj, morgott a nagy sárkány. Nagy uram, én Ármány vagyok, az északi vég előzött királya. Azért jöttem, hogy segítselek, és te is segítsél engem. Én kiszabadítalak téged, te meg visszasegítesz trónomra. Amikor pedig uralkodó leszek, te lehetsz minden seregemnek a parancsnoklója, és az én fővezérem. Én nem szolgálok senkit, dörögte a sárkány, és már is visszahúzódott a barlang mélyére. Én se úgy gondoltam, kiáltott utána ijedten Ármány. Nem szolgálat ez, hanem együttműködés. Hiszen tudom én, hogy te vagy a sárkány király, én meg csak ember vagyok. Ha nem, tette hozzá ravaszul, te most rab, én meg szabad. És én téged ki is tudlak szabadítani, cserébe pedig olyan keveset kérek, és olyan sokat kínálok. Hiszen velem együtt a tiéd is lesz minden hatalom. Ki szabadítasz? Fújt egyet a sárkány. Innen nem lehet. Ezek a kövek erősebbek nálam is. Hogyan tudnál te, kisember? Bocsánat, engem kiszabadítani. Ezek a kövek erősebbek nálunk, de nem okosabbak. Csak egyezzünk meg, a többit én elintézem, mondja a Ármány. Így történt, hogy míg a figyelmetlen óriás kint csemegézett, Ármány és rettentő mennydörgés megegyezett. Ha az ember kiszabadítja a sárkányt, az megengedi, hogy a hátára üljön, és segít neki visszaszerezni a királyságát. Hogy ez a királyság eddig még csak Ármány fantáziájában létezett, azt a férfi nem árult el, hiszen ha a sárkány mellett áll, meg lesz a királyság is. Ármány kijött a barlangból, tiszteleteljesen elköszönt a falatozó óriástól, és megígérte neki, hogy másnap hoz még egy adag finomságot, és hoz innivalót is, finom gyümölcslét, neki vizet meg a sárkánynak, mert hát innia neki is kell. Így történt. Másnap Ármány megérkezett a barlangokhoz, egy kis csacsi húzta szekérrel, a szekéren több hordónyi vízzel, a hátizsákban pedig egy újabb adag finomsággal és egy nagy korsó gyümölcslével. A gyümölcslében pedig a legerősebb altatóval, amit csak szerezni tudott. Az óriás evett, ivott, és már aludt is, mint a bunda. Akkor aztán Ármány is munkához látott. Nagy uram, kiáltott be a sárkány barlangjába, itt vagyok. Meghoztam a szabadulást.
Rettentő mennydörgés előre jött a rácsokig. Úgy látom, ezek a kőrácsok még mindig itt vannak, morogta. De már nem sokáig, felelte Ármány. Nálam a tudomány, nálam az igazság, kiáltotta. Ikkantotta, ez a bolond óriás már alszik, elaltattam, nyugodtan dolgozhatunk. Most aztán tüzesítsd át a rácsokat, amennyire csak tudod. Fújjad a tüzet, amíg a zöld füst lángra nem lobban rajta. A többit bízzad csak rám. A sárkány szót fogadott, fújta a lángot a kövekre, amíg azok teljesen átforrósodtak. Akkor Ármány az egyik hordóvizet egyenesen rázudította a kövekre, hogy csak úgy sistergett. Mit csinálsz, te bolond emberizik? Hördült fel rettentő mennydörgés. Inkább add ide a vizet, hadd igyam meg. Majd iszol is, eszel is, nagy úr, mikor kiszabadulsz. Nézd csak meg a rácsokat, látod-e rajtuk a repedéseket? És a sárkány csodálkozva látta, hogy a köveken valóban repedések futnak keresztbe, hosszába. Tudtam én, hogy így lesz, újongott Ármány. A nagy hőségre a nagy hideg, a hideg hőmérséklet különbség megrepeszti a követ is. Na, most még egyszer. Aztán, ha kiszabadulsz, biztatta a sárkányt, a szekereket húzó szamarat megheted, az óriást is, a mancsait közé kaphatod, bosszúdat betöltheted, és aztán indulhatunk is, hogy királyá legyünk. Csak így legyen, morogta rettentő mennydörgés, de most már ő is hitt a férfinak. Még nagyobb erővel, még lelkesebben tüzesítette a követ, alig akarta abba hagyni. Ármány azonban ügyelt, és amikor átforrósodtak a rácsok, megint rázódított egy hordónyi hideg vizet. Na most, nagy úr, csapja rácsokkal egy nagyot. Rettentő mennydörgés pedig odacsapott egyet, kettőt, aztán már törte, zúzta, a hőségtől megrepedezett, és így könnyedén szétmorsolódó köveket. Aztán olyan gyorsan ugrott ki a barlangból, hogy Ármány alig tudott ellépni az útjából. Rávetette magát az alvó óriásra, és mire az magához térhetett volna, már ütötte, tapotta, ahol érte. Végül belökte a sziklanyúlványok közötti szakadékba. Szegény kis csacsit is leütötte, és néhány falással bekapta. Ármány már azt hitte, hogy mindjárt rákerül a sor, de akkorra a fenevad lenyugodott. Most aztán indulhatunk, mordult rá a sárkány az emberre. Amit ígértem, megtartom. Ülj föl a hátamra, királlyá tesszük magunkat. Itt a vége. Fuss el vére, elindul a nagy csata, vajon sikerül-e megállítani Ármányt és rettentő mennydörgést? Hát ehhez még majd Lánci bácsinak is lesz néhány szava, majd kiderül. Sziasztok!